A hegy benne áll, a hegyvonulat benne áll a felhőben. Ez hatalmas hegy, nem látszódik a videón, de ez hatalmas. Na, megyünk tovább. Az utat nézzétek meg! Ki volt írva, hogy nem alkalmas nagyobb méretű lakóautóval vagy busszal, ehhez képest egy helyi áruszállító jött velünk szembe egy 12 tonnás teherautóval. Meg is lepődtem, mit keres az ekkora autóval, itt alig fértünk egymás mellett, megoldottuk, csak furcsa, hogy a lakóautókat nem engedik be, a csávókán pedig bejött akkora autóval. Szóval ilyen helyen kocsikázunk. De amúgy előbb szembe jött egy nagy motorhome is, tehát... Ja igen, tehát ugye van kirakva az út végre, hogy lakóautóknak nem alkalmas, ne gyere be, nem foglalkozó emberek bejönnek ugyanúgy. 17%-os milyen? Emelkedő vagy lejtő? Nem figyeltem, 17%. Aha. Ajjaj. És nézd meg ott a távolba is, ott mekkora emelkedők jönnek. Na, ilyenkor van gond. Ajjaj. Na látjátok, hogy így hirtelen jönnek szembe. És akkor vannak ilyen elkerülő helyek egymás mellett. És a másik, hogy amit beszélt Zoli, hogy jött egy nagy szállító autó, szerintem azért nem hagyják, hogy a motorhomok bejöjjenek, hogy a céges fuvarozók elférjenek. Mert kettő ilyen találkozik egy ilyen kanyarba, nem nagyon fér el. Amúgy, ha megyünk majd tovább, jobb oldalt lesz egy tengerpart rész. Ha jól láttam, hogy az tengerpart, mert nagyon sok tó is van itt, vagy torkolat, majd meglátjuk. Igen, most megyünk egyébként egy vízeséshez. De megint meg kell állni, meg jönnek szembe. Előbb esett az eső, és ma megint nagyon szeles időnk van. Amikor előbb megálltunk, akkor még nem volt, akkor még sütött a nap, de aztán egyre szelesebb, meg egyre felhősebb idő lett. Nem raktam tokba a telefont, viszont megvan a kis szélős mikrofon. Mi a neve annak? Döglött tegér? Döglött mógus? Dead Cat. Dead Cat? Hát döglött macska. Úgyhogy legalább már a mikrofon megvan és már kéznél van. Ha nagyon szeles lesz a környezet, akkor tudunk szélzajmentes, aránylag szélzajmentes videókat csinálni, illetve drónoztam egyet, végre valahára. Itt meg előbb ki volt rakva egy ilyen kis fa tárolóban, hogy Free Range Eggs, tehát olyan szabadon neve tartott csirkéktől van, tehát nem kedvenc csirkéktől van a tojás, tehát farmos csirke, és becsületkassza van. Tehát ember oda megy, elhoz mondjuk 6 darab tojást, nem tudom, 1 font 50 ér, ott hagyja a kis dobozba a pénzt és kész. És se a pénzt nem viszik el, se a tojást. Ez a tojás nem viszi pénzért, de ez nem... Tehát nem lopnak? Nem, abszolút nem. Pláne itt, aztán kint vagyunk a világ végén, jesszus már, de hullámvasút, nagyon komoly. Itt vagyunk, ezt mondtam, hogy ilyen tengerpartnál. Na, igen. Ahogy nézem a GPS-en, igen, ez egy tengeröböl. Illetve hát innen szoktak kifutni a hajóba tengerre, halászni. Amúgy a barlangnál is volt ilyen becsületkasszás, kis fa doboz, abban, hát ha jól láttam, ilyen tejkaramellát lehetett venni. Hopp, mi disznók jönnek az úton át? Meg bárányok. De szóval vigyázz disznójel. Egyébként ez, hogyha megnézitek, ezek, ezt úgy hívják, hogy cattle grid, ez direkt arra van, hogy jelez téged, hogy te most bekerültél egy olyan helyre, aki valakinek a földje. Tehát ez nem állami tulajdon, ez valakinek a földje, ezzel jelzik, hogy most valaki, tehát nyugodtan az ő állatai, hogyha szabadon vannak tartva és jönnek, mennek az úton, akkor az teljesen jogos, hogy nyugodtan jöhetnek, mehetnek. És amikor akkor kiér az ember, nem tudom, 2-3 mérföld múlva egy, erről a farmról, vagy tulajdonról, vagy tanyáról, akkor megint egy ilyen, ez a rács figyelmeztető, most kiértél, akkor innentől fogva nem kell valószínűleg tartanod a helyi farmer bárányaitól. Egyébként értem, szerintem amennyire lehet elkerítik az állatokat. Ott a skórcáztok. Na, de itt például nincs, tessék, itt vannak a vígbirkák. Lefeküdtek aludni, azt mondja, hogy ijesztő. Nézd minket, hello! Mentünk már a kis kacsák mellett, behúzták a kis seggüket, és még volt, ja, ilyen tehenek, tényleg ilyen skót tehenet még nem láttunk. Ja, igen, szoktam fényképezni majd. De minden esetre érdekes, az ember megy a kis skót hegyi falu egyetlen egy útján, jobbra-balra. Ugye, lakások vannak, de jól néz ki. Most készül, látszik ott egy csomó szerszám, most építik. Na, azt még gyorsan befejezem, hogy a barlangnál volt ugye a fadoboz, amiben volt karamella, horgolt, kézzel horgolt ilyen kis sapkák, akkor volt valakinek ilyen leggings, gondolom otthon már megunta, és akkor kiírták az árát, és akkor ott volt a becsület kassa, és gondolom majd ezt többen csinálják, este odajönnek, és meglátják, hogy kinek mi fogyott, és kiveszi a neki járó pénzt. Ennyi, csak hogy most pont megláttam egy ilyen tojásos rekeszt. Na, nem megy hátrébb, de elindult hátra. Az ilyen nagyobb kocsival nehéz tolatni. Ezzel mutatom a tájat. Hát eléggé sokat kell menni. Zoli kérdezte, hogy hány részbe fog fölmenni a videó. Mondtam neki, nagyon sokban. Annyi, hogy az előbb végül is hátra tolatott a személyautó. Már majdnem bele a szakadékba, de leállítottam, hogy ne az legyen, hogy az arcába tolom itt a telefont, és megint egy... Itt mondjuk pont nincs ez a rács, de... Ki van írva? Ki van írva, hogy ez kijöttél valakinek a farmjáról. Vagy nem, most jöttünk be valakinek a farmjáról. Itt vannak a birkák. Mondjuk itt el vannak kerülítve. Na jó van, most akkor ennyi. És akkor leállítom. Vagy nem? Hova érkezünk? Vigyázz! Mert mindig azt mondom, hogy csak jövünk, megyünk falutól faluig, de azért közben ilyen helyeken megyünk végig. És csak... ezzel az úttal kapcsolatban annyi információ, hogy lett volna kétféle verzió, ha elértünk egy kereszteződéshez, hogy vagy elmegyünk a megadott úti célunkra, vagy a letervezett úti célunkhoz, körülbelül 8 mérföld, olyan 12 perc lett volna, vagy pedig jövünk erre, olyan 18 mérföldet, viszont ez másfél óra. Nem értettem, hogy lett ekkora drasztikus különbség, hát most már értem, mert ilyen utakon megyünk, nem pedig egy főútvonalon. De inkább beszalasztottuk, hogyha már eljöttünk erre az útra. Ez a hivatalos NC500-as út, a másik az egy ilyen kis levágása ennek a nagy félszigetnek. Mi ezt a félsziget is körbe kocsikázunk. Igen, igen, igen. Ilyen látványokért. Nem nagyon akarom kapkodni a telefont, csak így próbálom így az utat mutatni. Igen, amúgy, tehát északról mentünk délre, most meg nyugatra kijöttünk, és akkor teszünk egy karikát. Köszönjük, hogyha ezt a rövid, a skót utakról szóló videónkat is megnézted. Remélem tetszett, ha igen, akkor kérlek nyomj egy lájkot. Ha hasonló utazós videók érdekelnek, de még nem iratkoztál fel, akkor kérlek ezt tedd meg. A következő videóban folytatjuk utunkat, remélem akkor is találkozunk. Addig is, sziasztok!